A videó elkészültét az Infinity Wrestling támogatta. Na, menjünk akkor, nem? Aha. Hát menjünk. Jó, majd csak meghalunk egyszer. Áuá! Olyan nagy ez a benti cucc, hogy nekem meg se jeleníti a végébe. Azt leesik! Hát hadd fürödjön. No. Itt be kellene menni arra? Menjünk. Nézzük meg, hogy mi van. Szerintem ez valami parkour pálya. Aha, úgy néz ki. Tele van ládákkal egyébként. Én nem látok semmit, mert nem tölti be, és csak a fény jön. Hát... Itt van valami spoiler. Följebb veszem a... Tank betöltést följebb veszem, mert ez így... Valószínű azért nem látok semmit. Aha. Ne, jön egy creeper a víz alatt. No. Vízi creeper. Ha? Láttok is valamit, vagy csak én valami lő engem, more. Itt egy lebegő csont. Repülő skeleton, te jó isten! Jaj! De komolyan, denevére repül. Láthatatlan denevére repül, és úgy oldották meg, de igen, amúgy. Páó! És hogy üssük meg, vagy hogy öljük meg? Mert én már mindjárt meg is halok. Föl kell érte ugrani, de én futok a víz alatt inkább, mert ez nagyon extrém egyébként. Mert van belőlük 1000 darab körülbelül. Igen? Hát volt ott legalább 4, tehát így egyszerre, és az nekem így most... Ajaj, már a zombik is jönnek! Ajajaj, ez nem jó. Ez így nagyon nem jó. Minél több spawner mellett megyek el, annál több mob le fog spawnolni. Igen. Azon gondolkozok, hogy... És nem tudunk kimenni! Hogy igen? Nem. Tudom. Hogy érted, hogy nem tudunk kimenni? Hát ne, olyan magas a fal, meg annyira nincs itt izé, hogy nem, érted? De akkor hogy lehet innen kijutni? Hát nem tudom, lehet, hogy beszorulunk. És lehet, hogy ez a csoda lényege, hogy beszorulunk. Nem tudom, de én még nem ugrottam oda, úgyhogy körbe megyek. Á, kijutottam, valaki meg felrobbantott a creeper. Úgy nagyon sok zombi van. Igen. Hát nem tudom, hogy az összes ládát sikerült-e kifosztani. Wow. Nem tudom, neked sincs semmi harcolok a ládákkal? Mert nekem sincs, nyugodj meg. Én már kiszedtem egy csomó mindent onnan a ládákból, úgyhogy lehet, hogy... Na? De ott azt a középsőt, azt nem értem el. Lehet, hogy egyébként pont ott van a... Én még megint beestem a tetves vízbe. Hogy ezt lövöldözős nem lehet sehol kikerülni, az nagyon idegesítő. Micsoda? Ami nyilat lő. Tudod, hogy hiába oldalazok el, mindig eltalál. Ja. Van egy tervem, szedünk sok puskaport, és ha minden csodát felfedeztünk, felrobbantjuk őket sorba TNT-vel. Fasza. De akkor végül is... Én szerintem nem találtuk meg, amit meg kell, én úgy gondolom. Igen, szerintem sem. De itt ki tudtam jönni, tehát ez jó. Kijöttem a medencéből. Meg kéne nézni arra, mi van. Merre? Ja nem, csak nem töltött be. Ott lesz a... Mi az egész ilyen belülről, az cső. De vezet egy lépcső fölfele. Hol? Itt, amire most megyek, itt a King mellettem, gyertek. Hát én nem látlak titeket, de... De hol a lépcső? Ott kívülről. Fölfele? Uh-huh. Hát én itt fölmászok. Megnézem itt mi van. És tényleg zsömle. De már sötétedik, úgyhogy jó buli lesz. Az ám, hát miért baj az? Hát én nem most a legtetején... De ez valami ízi, ez valami maja templomszerű egyébként, mert ez is ilyen felépítés. A lépcső. Szerintem én rossz helyen vagyok. Wow, mi van itt fönn? Még több épület, na mindegy. Ugyanagyon sötét lett. Fölmásztam ide, tehát itt van valami írás. Inkább megbontom a templomot. Hoppá, valami írás. Valami írás. Valami kautiont ki. Aktung. Jaj. Actung, harmadik csillagháború. Csillagháború? Itt van doboz és eszközök benne. Ez mit csinál? A tök mag. Hát, csillagháború. De elég komoly cuccok vannak ide építve, nem? Ja, jól néz ki. Itt egy képkeret. És ez csak az egyik. Azt látom.
Meg kell nyomni egy gombot, gyerekek. Megnyomjuk? Itt van valami gomb. Találtam nyomjad. Téglát. Nem vagyok itt valahol, és... Jajajajajajaj! Mi a pont? Ez valami labirintus, nem tudok kijönni. Ez konkrét. Gyertek ti is le! Hol vagy? Találtam egy falusit. Gyertek föl a lépcsőkön, egészen föl. És a legfelső lépcsőnél... Oh, hello! Tehát ahol a legfelsőre föl tudok jutni, ott ide lesznek gombok. Brod, gyertek le! Megyünk. Megnyomjátok az egyik fagombot és lerak ide. Trials of Babylon. Babylon próbálj. Na, melyik gomb legyen? Ez. Itt van King. Ez az első próba? Ez valami rejtvény lesz, gyerekek. Ez olyan, mint a... Óha. Aha. Vannak számozva a táblák. Itt a könyv, szerző ez ilyen viszés. Szivatós, egy jó válasz van, csak a többi az büntet, hogyha rosszat választasz. És mi alapján kellene kiválasztani? A könyvben mi van írva? Ez ki? Van írva. Ja. Ennyi. Nálad is a Van című könyv? Igen. Van? Vagy nálad mi van? Igen. Nyomjuk meg az egyes gombot. Várjál, itt van logika, mert itt be van táblázva. Egy. Ez minden oldalról egy. Akkor az azt jelenti, hogy... Hogy semmit nem. Hogy négy. Ne, várjál, hát itt három. És ha összeadod, és akkor négy. Hogyha összeadod egy meg kettő, meg három, meg négy. Benyomjuk a négyet? De hát az... De az úgy nem jó, mert igazából... Az túl egyszerű lenne, nem? Hát igen, de nem... Hát most vagy tips mix, vagy logika, tehát... Hát a logika az, hogy minden sorokban négy darab egyes. Négyszer egy az négy, egyszer összeadod, akkor is négy, akkor is négy. Lehet, hogy ez a főszoba és négy próba van. És az egyes kellene először elkezdeni. És hogyha egyszer egy, tehát egy... Na, dobjuk fel egy érmét. Kiszavaz arra, hogy a négyes nyomjuk. Én. Na? Én megnyomom az egyes, gyerekek, azt majd max meghalom, jó? Jó, de hát mi is szoktuk akkor? Azért odaadom a kajámat, hát ha elveszi az inventorimat. Na, jó, hát akkor viszlát, rútvilág! Jaj! Ó! Megnyertem! Mondtam, hogy... Köszi, King! A négyest kellett volna. Úristen, ez erős! Ja nem, a zsömle ütött meg, azért volt ilyen. Várjatok, nálam lennének potionok, csak engem követ. Jó, hogy megütöm, aztán én sérülök. Várjál! Azon gondolkozok... Adjál már kaját, zsömle, gyerek! Vissza a kajámat, visszakérjel! A zombikat nem úgy van, hogy a healing potion sebzi? De! Igen. Akkor az kell, ami nálam van, nem? Milyen potionod van? De vigyázzatok, jön! Fussatok! Mert nincs elég hát. Nagyon jó harc. Fussatok. Áó! Ez lelassul? Én egyáltalán? Ezért hárman csak meg tudjuk ölni. De sérül egyáltalán? Én nem tudom. Nem tudni. Azt se tudom, hány HP-ja van. Nem tudom, hogy mi erre csináltak, mert ez command blokkos, gondolom. Na. Ugyanúgy. Meghalt. Gyémántkard. Hát, gyémántkard. Jó, akkor ez az első rossz volt. Akkor legyen most a négyes zsömle logikája. De azt én nyomom. Jó, aztán nyomom. Én. Kösz. Nyomjad te. Várjál, bekajálok, hogy legyen nafta. És fogadunk, hogy a hármas lesz amúgy? Vagy a kettes. Ez se jó. Hát, ez sem ilyen. Mindegy. Ingyen gyémántkard. De legalább már nekem gyémántkardom van. Hát így egyszerűbb lesz. Hogy kattog mindenki? Hát... Na éhezzél már kicsit már. Hát jó, oké, akkor legyen a hármas, mert arra én fogadtam, és most nézzük meg, hogy elvesztem-e. Meghalt már, vagy mi? Hol a hármas? Meg? Ez melyik? A zombi. Na. Korrekt. Oh my god, a hármas, megnyertem! De mi alapján volt ez jó? Miért a hármas?
Nem tudom egyébként. Azért, mert mondjuk egyes szoba minden oldalon volt egy, és egy meg egy meg egy meg egy, ből egy. Jó, oké. Okay. Nem tudom, csak úgy mondtam valamit. Amúgy a Creeper kirobbantotta itt a szobának a talaját. Hát akkor ez... teljesen iszé. Tippelés. Na, akkor kettes szoba, nézzük meg, mi van a szélén. Kettő. Ja, mert a szoba számát jelent. Igen, igen, de mindenhol van kettő darab kutya. És a könyv azt írja... Az egyik oldalra áll, a másik szembe áll, a másik oldalra áll, a harmadik meg arra áll. Várjál, gondolkozzunk, hogy ki szerintem az kellene, amelyik... Nem lehet, hogy amerre a kutya néz? A gomb, az a gomb, amerre a kutyák néznek, nem? Nyomjuk mindjárt meg. Kiderül. Az, oh, az volt. Yeah! Na, ez egy olyan feladvány volt, igen, amit még mi is megértettünk. Okay. Welcome to room 3. Oké, okay, hármas szoba, nézzük. De itt már megint csak számok vannak. De a könyvet nézd meg. Csak... Ja, mert van, melyik könyv? Igen. Be original. Hát kösz. Legyél természetes, hármas gomb, hármas gomb, hármas gomb. Úgy se lesz jó, de hármas gomb. De jó. Hoppá! Hát azért, be original, hát mondtam. Nagyon nagy király vagy te kívül. Most megy itt, hadd felcsak meg én is, jó? Jó, oké. Okay. Van benne egy ilyen nyúlizé, nyúlpörköd. I will be paying attention or buttons. Ha. Azt a... Most azt kérdezi, hogy eddig csak úgy hülyeségből nyomkodtuk a gombokat? Há, nem. A kettes eddig még nem volt, gyerekek. De most nézd meg, milyen számok vannak. 1-3-43. Ja, várja, ja, várja. Gondolkodom. 3-3-3. 4-3-23. 4-es szoba, 3-3-3. Ő 7 a négyzeten, az mennyi? Várjál, lehet, hogy itt nem az lesz. Ó, jó kérdés. Plusz egy. Azt írja, nem? Hogy 7 a négyzeten. 7 cubed. Hogy tudod, de számológép nélkül. Nem van számológép a gépben, és én nem is videóz. Számolt ki. 7 a négyzeten. Jó. Mennyi, milyen csalók vagyunk. 4. Hát én most fejbe ki nem tudnám számolni. 7x7-49. Hogy hangzott tovább? 7 férfi volt az úton. Nagyon jó. Nézzük csak 4-3-40. A 333-nak a 3 az biztos osztója. Ha ilyet nézünk. Akkor a 3-23... az nem egész szám. Jó, akkor nézzük az 1. Hát ez az, hogy az 1-esnek, a 3-43-nak az 1 biztos osztója, mert az 1-en... Na hát... Jó, mindegy. Igazából maximum kapunk valami mobot. Csak... Hát akkor megnyomom a 3-ast. Wow! És eltaláltam. Nem. Wrong! Nem. Rossz. Akkor most újból kell csinálni? Ja. Akkor ezért kérdezte, hogy random nyomogattuk-e a gombokat. Az a... Mondom, igen. És akkor itt nézzük, nézzük, gondol, most gondolkodjunk, nem kéne másodszor. Támold már ki a négyzetét a hétnek. Hét, hát az 49 a négyzete, vagy most miért? Várj, elolvasom, ami nálam van. Freebie original van, akkor nincs. Mit ír? És van, hogyha az a szám kell, ami osztható 49-el. 313. Aha. 3.43 az egyik, per 49. Várjunk csak, hol van a 3.43-as? Az az egyesnél van, az lesz a jó, mert az osztható vele. Próbáljuk ki. De azért megnézem a többit. Aha. Sikerült, oh, rúmet. Mert... Oké. Akkor 3.4.3.1, hogyha esetleg megint elrontjuk. The light of day rises from this way. Hát az... kelet, vagy itt milyen irányok. Tehát igen. Nézzük csak. Tehát nézzük meg azt, hogy merre néz ez west, akkor east kell nekünk. Hallod, van térképem. Ez az east. Na. Ennyi? Igen, ez volt az. Júj! Na, ott a bohóc. Ó, megdobtak. Na, még egy creeper. Nézzük, basszus, mi a feladat. A gomb meg a tábla! Oh. Az buktam. Reméljük, nem az volt a jó.
Ez ilyen sokáig mérgez? Mindegy, akkor csinálok egy gombot, azt lemondom. Ja, command blockot marad? Bíz az 51-ben. Bíz az 51-ben, hát ez a feladatban nincs megoldás, rád van bízva, mit csinálsz. De jó. Azt írja. Bíz önmagad. 3, 3, 4, 3, 1. Nem volt még a kettes, nem volt még igen. A kettes. És azt robbantottam le lehetőleg? Nem. Nem. Nézzük a kettest, nézzük a kettest. Na nyomjad. No. Na, és itt ne, már nem rakni. Ráthatatlan izék. Nem, nem, ez nem lehet igaz. Nyomjogassuk végig. Nem, ez se jó. A háznál ébredtem. Jó, én megpróbálom megoldani. Ez az! Jó. A cuccaimat felvettétek, vagy az eltűnt? Az eltűnt. Ott már a másik szobában. Sorry. Hát jó, akkor én így... Most melyik szobában vagyunk? Adok kardot. Hetes szoba. Most csak megpróbáltam megmenteni a projektet. Mindegy. Köszi. Kard, kaja. Köszi. Még mi kell? Elég ennyi. Ebben nincs könyv, gyerek. Pedig olyan jó potionok voltak. Az nem jó, akkor... Kérdőjel szoba, kérdőjel szoba. Akkor most válasszunk. Melyiket? Ki hány éves? Ki hány éves? King. Én 2 meg 9, az 11, osztva 2-vel az 6. Olyan nincs. Jó, nyomom az 1-est, jó? Jó, nyomd az 1-est. Jaj. Vigyázz, kis zombi! Oh. Ne, ezek ilyen erősek. Faltam. Ez az, fussál, és nyomogass sorba a gombokat. Én addig felszedem Jemmy cuccait. Próbálom. Én a házban ébredtem. Én is az előbb ott ébredtem. Jézusom, ez egyre többet spawnol. Bocsi, mert én próbálkozom. Azt még nem nyomtuk meg. Várja, Jemmy cuccai! Ne! King! De én még élek! Ne! Jó van. És ilyenkor... Ez egynek jó volt. Ilyenkor mi van? Ilyenkor vissza kell gyalogolni és előrökezni az egész gyertek. Cuccok nélkül? Cuccok nélkül. Miért? Hát nagyjából miért mondjuk emlékszünk a gombokra, nem? Oké, okay. Köszi. Nem tudom melyik volt, gyerekek, gyorsan végig kell nyomogatni az összeset. Mindenki nyomjon meg egyet. Várjál. Hatos, pedig ennyi szintnél tovább jutottunk. Na. Ott vannak a cuccaim. Gyerünk, vigyázz a creeper, mert felrobbantja a cuccaidat. De berúgtam ettől okay. A potiontól. Viszont több az életem. Itt volt az, hogy random kezdtünk el nyomogatni és meghaltunk, ugye? Ja, itt igen, meg, igen. Kicsit valami, de ez itt egy kérdőjel szoba. A kettes nem nyomtuk meg szerintem. Ezek nem az én cuccaim egyébként. Hát nálam már nincs hely. Ezek a Kingnek a cuccai. Várjátok. Na, melyiket nyomjuk? Figyeljetek, itt vannak potionok. Tessék, itt van ez. Itt meg. Meg neked is adok. És akkor nyomogassuk, ezek elég táposak. Hármas nem jó. Hát akkor megnyomom a négyest. Hármas nem jó. Négy. Itt vannak megint a kicsike. Egyes. Az se jó. Hú. Kettes. Nem jó egyik se! Akkor ilyenkor mi van? Hát lehet, hogy elsőre kell. Igen, valószínű, hogy úgy van a command block, hogyha elsőre nem jól találod el. Akkor, bocsánat. Akkor ez lett az egésznek. Igen. Semmi. Én álltam be eléd, úgyhogy. Nem tudom, de ez tök jó. Szeretem az ilyen Minecraft cuccokat egyébként. Még nem is nagyon találkoztam még ilyennel. Mármint mi, hogy így ilyen megoldás, vagy ilyen feladatok, aha, vagy aha. Mi? Tök jó. Ez a puzzle rész a dolognak, ilyen a hiperpocsosok. Mármint ilyen olyan gyorsan mentek ki, az meg nem tudom. Gulliver készít egy ilyen puzzle szervert, ez nem titok, úgyis sokan tudják. Nem akartam mondani. Nem tudtam, hogy mennyire titok. Hát már múltkor is szóba került live-ba igazából. Szerintem nézzünk körül alaposan először. Szerintem per spawn pointot ide a bejárathoz. Először. Jaja. Jó. Én szedem le a búzát, várjatok. Elnézést kívánok, de én már nem bírom ezt a folyton zsolás semmi. Hát figyelj, szerintem videóban sem annyira jó ezt nézni, tehát. Ja, hogy hát, háromszor igen. Elmegyünk.
Ki reméljük nem veszik csalásnak. Nem hiszem. Tehát múzából ez, ez a mi kenyeret? Játékunk, mi mondjuk meg, hogy mik a szabályok. Akkor kreatív. Múzából hogy kell kenyeret csinálni? Workbench-e? Aha, igen. A workbench-be hármat egymás mellé pakolsz. Jaj. Szétbontod és akkor három darab kenyér lesz egy ilyen szalmabálából. Ez tök jó. Andinak ott nincs gombja, szóval oda a másik jó. Az úgy. Mehet? Aha, egyszerre? Mehet. Mehet. Na. Jó, oké. Okay. Itt a megoldás, kérem szépen. Osztuk el a cuccokat. Itt van a sok cucc. Ja. Osztja a fene, fővet. Kardot tudsz adni? Persze, adom. Melyiket kéred, a diát? Ó, köszönöm. Zsami, neked van aztán... kardod? Nincs. Husi. Bocsi, csak a skeleton elől én most egy kicsit menekülök, mert mindjárt megöl. Uh-huh. Nekem kard kell. Nézzünk jobban körbe, nem? Ez a kérdője lesz. Van workbench, itt lehet csinálni bármit, meg van kemence is. Tök jó. Mit lehetne csinálni? Összeadni nem lehet, ez nem okos ötlet. Ez a négy kérdőjelet összeadni? Hát nem hiszem. Na várjatok. Itt van öt könyv. Ja? 4-6. Workbench-e nem lehet csinálni semmit. Ezt nem fogjátok elhinni. Na. Mi? Lol, ott a gomb. Ne már! Most ez komoly! Ó, basszus! Na akkor nyomd meg! Veszel. Hát, mondtam, hogy nézzünk körül. Egy alma van, ne vegyetek ki semmit a chestből. Itt egy alma, itt is egy alma. Mindenhol alma. Ez jelent valamit. Minden oldalon van egy alma. Ez is egy kérdőjeles dolog. És itt kettő. Van egy izé, itt van vagy ez nem? Na mindegy. Ott egy blokk különbözik, itt nem különbözik semmi. Igen. Itt nem különbözik semmi, és... Itt is van egy. Itt van két fa. Az ugyanaz. Akkor az ugyanaz. Egy darab fa van az egész. Ez azt gondolom, nem? De akkor melyik fele? Mert itt van egy kettes, itt meg van egy kettő. Mi van? Nem, itt van egy, meg ott van egy. Hármas. Ott, meg itt. Máshol nincsen deszka? Nincs. Nem lett... Az alma sem mindegy, hogy hogy van a dobozba szerintem. Nincs alatt semmi. Az ott alul van, az ott másik alul van, az ott fölül van, az meg ott középen. Ó, baszki. Könyv meg semmi. Hát azért kérdőjeles, Tényleg itt a... és van két deszka, négy alma, két deszka, kette, osztjuk egymással, kettő, de ez nagyon paraszt megoldás, ez szerintem, de... ez a kettő, hogy itten különböznek? Hol? Itt a két, itt kettő van. Tényleg, hol? Basszus, jön le! Itt. Ott fölül, van fölül, fölül is van. Ott a plafonon. Tényleg. Ott a plafonon, ott van. Várjunk csak. Ez hol van? Hm. Vajon így van? Tehát mondjuk innen kéne nézni azt. Hát, hogy vannak az almák? Van. Lehet, hogy... Az almáknál megy. Itt, és akkor az a középső alma az, annak hol van a... Tehát minden almának szerintem kell legyen egy blokkpárjának, valószínűleg. Itt egy deszka fönt. Igen. De most ezt kiütötted? Igen, de visszaraktam. Megnéztem hát, ha van alatta valami. Ja. Igen. Na, ott is van egy, ott fönn. Igen. Szerintem van úgy van, hogy ahova rakták az almát, és ahol jó helyen van a deszka, az lesz a jó megoldás. Ó, de nem. Jó helyen. Hol van, ott fölül van is. De hát ezt hogy kéne nézni? Az a baj, nem tudjuk, hogy honnan kéne ez az, számolni. Ez a csavar benne szerintem. Csak nézek, mint a birka a moduba. Azt tudom, hogy két olyan sarok van, ahol a kettes kocka van, ez tuti. Meg, szerintem megvan. Próbáljuk aha. Meg. Mert nézzétek, ebbe a ládába, ebbe vagyok. Itt igen? Az alsó sarokban van az alma. Hogyha elnéztek igen? Ide, pont itt van a bok. Jó, próbáljuk legyen. Meg. Hát nézzük meg. Nincs gomb! Hova lett a gomb?
Itt sincsen gomb. Basszus, nincs is gomb! Akkor lehet, hogy a fadeszkákat kellene? Lehet, hogy jó helyre kell rendezni az almákat? Dehol rosszul van és... Remélem, hogy nem. Táblát. Csináljunk a táblából. Mi van? Te hülye vagy, hát van workbench, a kombot kell csinálni a fából. Neee! A fát, hogy gombot csinálj. Neee! De lehet, nem. Hogy az. De gombot, hallod? Mob griefinget kikapcsoltam, csak mert múltkor is felrobbantott a creeper izet. De lehet, hogy igaza van amúgy a zsöminek. Gombot meg kell csinálnod magadnak. Hát végül is, akármilyet, akkor csinálok 4 gombot, tessék, na. Egyet tudsz. És a hármashoz? Oké, nyomjad meg. Ne nyomd meg a hármast, még, várjál. Már megnyomtam. Nem csinált semmit. Lehet, hogy minden 4 gombot meg kell ahhoz nyomni, hogy tovább... Oh! Levette a fél életem a... Nekem is. De mi? Hát rányomtam és levette az életem. Szerintem ezt nem szabad csinálni. Azért. Mit? Nagyon valószínű, hogy nem szabad gombot tenni oda, mert hülyén gondolkodunk és csak át akarjuk hágni a játékszabályokat. Valószínűleg azért sem ez. De nem lehet, hogy az van, hogy mindegyiket meg kell nyomni? Ja, hogy ti már, hogy kapcsoltatok 4 gombot? Miből? Hát fából, itt hát egy fa izéből. Ja, hogy nálatok volt rendesen fa külön. Ja. Akkor nem tudjuk, hogy ne, 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 nyomkod, ne nyomkod, ugye meghalok. Ne, 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 nyomkod Zsömi, mert mindjárt meghalok. Minket is sebez. Ja. Ez mekkora királyság? Nem, nem királyság, Zsömi. Mit ke... Szerintem az, hogy itt van kemence, az se véletlen. Lehet, hogy haragszant a kemencébe akkor. De eddig is voltak kemencék amúgy. De ugye az is de tud kiadni jelet, nem? Nem. Én úgy tudom, hogy nem. Szerintem... Almát ja, hogyha... Most vagy én tévedek, vagy... Ha van mögötte komparátor, akkor ad ki jelet, hogyha ég. Uh-huh. Igen? És van mögötte komparátor? Valakinek van X-ray-e? Na jó. Eddig mindenhol volt kemence? Aha. Még tuti egyszerű a megoldás. Ezt valahogy ki kéne ütnie. Ott lesz a megoldás. Nincs semmi blokkom, hogy föl lehessen nekem menni. Nekem sincs. A King megoldja. Remélem, hogy ez lenne a megoldás, és vissza fogom pakolni. Az hát, nem, ilyenekben ne is gondolom, nem blokkiütés és nem sütés lesz, hanem itt valahogy máshogy az almákkal szórakozni. Mert azok nem véletlenül vannak minden épülő. És mi van, ha kivennénk minden almát? De akkor tudod, hogy hol volt, jó? Hát jegyezd meg. Hát én. Hát te veszed ki, nem én. Na jó, megjegyezzük. Én már kivettem. Na de hogyan? Ez ja. Itt volt. Jó, akkor szedjük ki az összeset. Az egyik, ami itt volt, az igen, az itt volt a harmadikba, és a másik, az pedig itt volt az alsóba. Jó, megvan, mindet kivettem. Igen? Itt maradt egy, ezt nem vetted ki, de mindegy. Igen? Mi? Ezeket nem titettétek le, ugye? Nézzétek már mit? Meg! Mit? Lettek táblák, nem látjátok? Ott kivettük az almákat, ott a tábla. Ja, te voltál. Azt én levettem. Nézzük, aha. Csak gondolkozzunk egy picit. 3x8-as, vagy 3x9-es egy chest. Igen. Egy 3 blokk. 1, 2, 3, 4, 6. Mondjuk legyen az a... Középsőből a 9-8. Hatodik. Középső. Kettő. Én azt hiszem rájöttem, gyerekek. Mi? Mire? A chest vonalától vesszük, a chestbe hány kocka van. Igen. És ahol az alma van, ott kell kiütni. Ott lesz valami. Ide rakjuk a gombot. És semmi. Jó, Zsömi, ezek az ötletek fantasztikusak, de jó, szerintem nem, tehát itt nem kell kiütni blokkot, maradjunk annyira. Igen, egyébként lehet, hogy az almákat kéne úgy pakolni, ez biztos, hogy az, ahol voltak a deszkák. Mert mindenhol van egy deszka. Jó, de mi a viszonyítás a deszka kocka elhelyezkedése, érted? Igen, ez a baj. Várjál csak, van valami. 2, 3, 4, van a falba is egy deszka valahol, nem? Vagy csak a plafonon van? A plafonon is, a falban is, és kettő van a padlón.
mi lenne, hogyha a padló, tehát mi lenne, hogyha csak azt vennénk alapul, hogy az, hogyha alul van a kocka, akkor alul tennénk az almát, ha fölül van, akkor fölülre, és hogyha a falban van, akkor középre. Próbáljuk meg. Ja. Csak tegyük át valahogy, tehát tök mindegy, hogy melyik slot van. Tehát akkor itt hol van? Itt van egyáltalán? Hányos számú? Ez a négyes. Nézzük meg úgy, hogy például induljunk el az első táblától, és az első tábla az legközelebbi blokk, az a plafonban van. Tehát, akkor itt alulról áthelyezem fölülre. Jó, megyünk tovább. Hát, ez nem nyert. Basszus, ez nehéz, gyerekek! Akkor leszek egyszerűbb. Első alma elsőbe. Második alma a másodikba. Harmadik alma a harmadikba. Negyedik alma pedig a negyedikbe. Ez se nyert. Hát mi lehet akkor? Atyavilág. Mivel fogtunk mi bele? Ez egy nagyon jó kérdés. Garántottatok magatokhoz játszani. Jövök én is, nagyban rákészülök, hogy majd még folytatom a plugint, és erre itt gondolkodunk. Erre harmadik, első, második. De amúgy én élvezem, hogy gondolkodni kell, és végtelen kell ölni. Negyedik az a negyedikbe megy. Jó, akkor nekem van egy ötletem. Na. Négy alma van. Négyes a legnagyobb szám. Négy helyen van blokk. Négyes ládába belepakoljuk mind a négy almát. Tedd azt. Ez a négyes oldal, itt a négyes, és ebben minden négyes. Külön elszórva. Oh my. És nyomjuk meg a gombot. Mindenkinek van elég élete? Mindenki föl van töltve? Igen. Föl. Jó, mehet? Akkor nyomjad. Igen. Ez az! Ne! Ilyen egyszerű volt, meg itt az almákat rendezgettük. Hopp. Szerencsére kikapcsoltam a mob griefinget. Go to room 12. Itt mi a... Szerintem válasszuk a legkisebbet, mert biztos, hogy legyre nagyobbra akarunk menni. Hanyas jön? Ez volt a hetes izé. Go to room 9. Go to room 10. Van a 11-es. Meg a 12-es. És ez a 8, ez egy kérdőjel. Hát legyen mondjuk a 9-es, nyomjuk, hogy van valami a chestekbe? Nem? Nincs. Hát akkor 9. Nem. Ajaj! Ajaj! Gyertek! Akarda. Na, akkor mi a következő? Ez nem jó. 10-es. Akkor... 10-es volt. Oh my god. Zsír. Ja, mert itt meg kell jegyezni, hogy izé, hányos szobában voltunk, tehát hogy hányadik volt az út, tehát hány szobán mentünk keresztül. Igen. Gondolom, és tizedik szoba jött, tehát 9 szobát tettünk eddig meg. Jó. Akkor. Azt mondja, hogy... A 3 a rossz, 1 like always, 3 will be wrong, but 1 will be right. But 3 will be 1 and 1 will be 2. Mi van? Tehát ha 3 az 1, az 1 a 2. Várjál csak. 3 rossz és 1 jó válasz van. Tehát igen. Csak 1 jó válasz van, viszont a 3 az 1, az 1 pedig 2. Na? Azt a mindenit, ez fogós kérdés. 3 will be 1 and 1 will be 2. Tehát akkor 1 rossz van a végén. Nem, amíg van fél percig, izé regeneráció 4. Hogyha gondoljátok. Nem nyomogatom. Próbáljunk gondolkodni, megint. Én a 2-est nyomnám meg. Olvassuk el még, értelmezzük. Tehát vagyunk a 10-es szobában. Ez biztos. Vagyunk most a 10-es szobában. 3 rossz van és 1 jó válasz van. Ez biztos, hogy csak az egyik válasz jó. De most a 3 az 1-et jelent, az 1 pedig 2-t jelent. Igen. Tehát akkor itt mi van? Itt 2 van. Akkor ez marad 2. 3 a megoldás. Igen. Hát a 3 az 1. Az 1 meg 2, akkor 1 meg 2 az 3. Várjunk csak, a 3 lesz egy. Ezt mondjuk, van táblánk? Van, mert zsömle csinál nagyobb. Itt van, igen. Ide írok egy olyat, hogy 1. Mert annak, hogyha átváltjuk az értékét. 3 az 1, a 4 az semmi, és az... Hogy van a szöveg? Már megint elfelejtem. 3 will be 1 and 1 will be 2.
A hármas lesz szerintem a jó. Szerintem is a hármas egyébként. Nézzük. Nem. Ez a halhatatlan. Nem mondod, és meghaltam. Akkor random nyomogassunk szerintem. Van még két esélyetek. Valaki ja. Csak eltalálja. Nem! Igen. Nyomja meg az utolsót. Jó. A cuccaid elvesztek, de... Le van. Jó, akkor random nyomogat. The liars are odd, and evens are truth, sticking to this way, prove to be fruitful. Ezek, basszus. Ezek ilyen iszik. Hogyha vigad. Ez erősen anyanyelvi hangodatoknak kész. Igen. Yeah. Mert itt a slang jelentésben is gondolom azért bele kell gondolni. És ez mit jelent egyébként? Tehát ezek lehet, hogy... Lehet, hogy ezek létező versek, csak belerakták a játékba, hogy létezők is. Lehet, hogy ezek találós kérdések, csak akkor. Valószínűleg igen, de lehet, hogy nem is ők találták ki, hanem... The liars are odd, az, hogy a hazugok bla bla bla, a másikok azok megbízhatóak, és akkor válaszunk, hogy bizonyítsuk azt, hogy mi menők vagyunk, vagy valami nem, ilyesmi. A sticking to this may prove to be fruitful, az azt jelenti, hogy ha ragaszkodsz ehhez, akkor az bizonyítja, vagy... gyümölcsözhető lehet, nem tudom, hogy hívják ezt magyarul. Yeah. Várjunk csak, az odd az a páratlan. Igen. Tehát a hazugok páratlanok. Tehát valószínűleg kiesnek a páratlan számok. Tehát az egy és a három. Itt a malacok különböző fele állnak. Button 4, guy is a liar. Hogyha megnézitek, van mindegyiknek egy neve. Button 4, várjál, mindegyik különbözőt fog mondani, és izé. A páratlanok hazudnak! A páratlan számúak hazudnak! Itt a 4-es szám van, és nem a... Tehát biztos nem a 2-es, mert a 4-es számnál volt ez a malac, és csak a páratlanok hazudnak. Az 1-esnél, ez biztos nem az 1-es, és nem is a 2-es. Vagy mi? Igen, nem is a 2-es, mert a 4-es azt mondta, aki páros volt, hogy nem a 2-es, ezért nem lehet a 2-es, mert a 4-es páros szám, ami nem páratlan. Érted? Értem. És az 1-es pedig páratlan szám, tehát ő hazudik. It's my button. Tehát az 1-es az rossz. Mert az páratlan szám, és az nem az ő gombja lesz. Aha. Akkor nézzük a hármast, a hármas is hazudik. A hármas azt hazudja, hogy a négyes... négyes egy hazudós. Igen. Mi van? Igen. Akkor a négyes... Négyes meg azt mondja, hogy nem a kettes bomba. Akkor a kettes. Tehát, hogy a hármas azt hazudta, hogy hazudik a négyes. Ezért a négyes nem... Ő nem hazudik, és négy, ő azt mondja, hogy... Hazudik. Tehát a négyes is hazudik, mert hogyha azt hazudja a hármas, hogy a négyes hazudik, akkor a... Mi van? Várjál csak! Azt hazudja négyes, hogy a... Vagy a hármas, hogy a négyes hazudik, de hogyha... De ha hazudja a hármas, hogy a négyes hazudik, akkor a négyes nem hazudik. Igen. És akkor nem de a kettes akkor... gomb. Vagy a négyes, vagy a kettes. Az a négyes gomb. Négyes gomb. Négyes. Szerintem a négyes. Az. Az volt. Nem történt semmi, csak sötét lett. This is the final room before you enter the boss battle. Na, még boss fight is lett, hogy szórakozzál már vele. Pokardó. One will teleport you to the boss. Pity buff. Two buttons will teleport you to the boss with debuff effect. Hány darab? Két gomb. The final button will teleport you to the boss with no effect. You will only know the identity of this final button. Tehát... Rajtuk múlik, hogy mennyire lesz nehéz a boss. Igen. Ennyi. És mindenhol van egy torta. De hol? Van itt hol a torta? Itt vannak, mindegyiknek a sarkán. Én nem látok tortát sehol. Ott van a sarkán, nézd meg.
Három kérdője. Mindegyik alatt kérdője van. Négy kérdője. És akkor most mi a lényeg? Azt magyarázatok, hogy egy én is megértsem. Egy no effect. Azt magyarul mit jelent? Effekt nélkül. Igen, hát nem kapsz semmilyen plusz effektet, se jót, se rosszat. Kettő rosszat fogadni, és úgy fogod bosshoz teleportálni, egy jó effekteket fogadni, ez viszont biztos, hogy oda visz, és nem random, hogy jó vagy rossz effekttel kerülsz a bosshoz. Tehát vagy a biztosra megyünk, vagy a szerencsére. Igen. Hazád jövőzzünk, gyerekek! Figyelj, nulla cuccunk van igazából. Hát, de eljutottunk, el tudunk oda jutni még egyszer. Igen? Most már. Hát, ki a fene emlékszik, hogy miket válaszol? Hát, de most már azért könnyebben ide jutunk szerintem. Majd egyszer okay, aztán eljövünk még egyszer ide. Mehet. Okay. Ne, buff. Regeneration. Oh, yeah! Akkor jó. Ó, itt a boss. Júj. Mekkorát üt. Elég nagyot, a fél életet leveszi. Lehet, hogy... Van escape gomb, el lehet menekülni. Ha nagyon el akarunk. Segítsetek! De én nem tudok, mert se futni nem tudok, se kajám nincs, se fegyverem. Miért te nem kaptál izét, regenerációt? De nincs fegyverem. Elteleportált. Nem vagy ti jutottatok meg? Ne Andi püst. Andi, ez nagyon téged akar egyébként. Igen, észrevettem. Valahogy nem örülök neki. Én nincs semmi eszköz. Ne! Nincs egy csesz, nézd már meg mi van benne. Miért engem akar? Hanging Gardens of Babylon. Csomó blokk van benne. Igen? Neked megy az ezüst kar miatt, vagy a diakar miatt. Hát nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy engem rakott le ide legelőször, nem? Aztán azért. Lehet. Ja, az lehet, hogy set target volt itt nagyban. Letelepotált, mikor beakadt. Jó sok élete van. Én ütöm kézzel, gyerekek, aztán Jani a kemény, aztán ez valahogy. Nekem sincs már kardom. Én hátráltatom, Andi meg üt frisset. Vagyis hát egyelőre nem jön ez be így. Na így. Én távol, próbálom távol tartani tőled, te meg távolról így. Miért ti nem kaptatok? Ne engem csapkodj. Ti nem kaptatok regenerációt? De van. De, csak ugye nincs fegyverünk. De senkinek nincsen kardja. Nincsen, csak neked van. Bocsizsöm le, hogyha megütöttelek, nem akartam. Nem mi baj. Kraftolni tudtok? Mert van nálam nincs vas. Nincs kraftasztal. Ne! Szerencséd volt, ugye? Hol mászunk van? Föl, gyerekek, nem? Nem mászunk föl? Ide. És majd onnan ütjük. Ez nem csalás. Ezt Andinak hát kéne egyébként akkor. Hát mászlál föl, akkor... nem? Na üsset kint, most megállt. Igen, mert Andi közben a fán, vagy a zindán dolg. Hol van? Jön vissza. Mennyi élete van ennek? Nem tudom. Megint! Damage Indicator mod jó lett volna ehhez. Bocsánat, Sövi. Bocsi, zsömle. Bocsi! Csak ne előttem rohangálj. Húha. Egyszer csak meghalt. Én mindig azt hiszem, hogy meghalt. De ez így... Jó, hogy én már éhezem. Jó. Dobnék kenyeret, de... Itt van Kinga kaja. Ne. Thank you. Ütöm nem tudom elérni. Akkor dob le nekem a diakardot, és te rád megy, én ütöm. Igen, az lenne jó. Tessék. Oké. Okay. Hát azért ez egyedül elég nehéz lenne. Jön. Andira rá van állva nagyon biztos. Tetszel neki. Zsomi meg egy táblával itt. Ez ilyen. De már fáj a kezem megért a futástól. Mennyi élete van ennek? Nem tudom, de én most diakarddal csapatom. Ez jó csapatmunka, Andi, csalj, én és. Lehet tudjuk, azt nincs is rá hatással. De biztos valamilyen hatással van rá. Na! Meghalt. Mit kaptál? Nem tudom, zsömle kaptam egy. Block is yours. Ja, hogy ezeket a blokkokat kell megkeresni a csodákból akkor. Kaptál valami blokkot? Itt vannak a ládába. Azok már kivett.
Igen. Itt van nálam 27 darab Hanging Gardens of Babylon Adventure Block. Adventure Block, itt is itt van még egyszer, én is kiszedem. Ja, akkor lehet, hogy Andinak is ott lesz, Andi is nézze. Aha, nekem is itt van. Wow, megkaptam a sapkáját, a csávónak meg a ruháját. És jó tudsz? Aha. Na, ez jó volt. És akkor ennyi? Aha. Jó. De még azt kell, hogy megtalálnunk, hogy ezeket a blokkokat hova kell majd lerakni. Hát rakjuk le a viszénél, a spam pontoknál. A háznál. Aha, ja. Aha. És akkor így lesz majd végre a játék. Bocs, Andi, te voltál legközelebb. Ja, semmi. Eltüntettem Andit a szintjére. Úgy lesz majd végre a játéknak, hogyha minden blokkunk megvan és lerakjuk. Jó. Jó, most vissza kéne menni a házhoz. Aha. Hát akkor menjünk vissza a házhoz. Szaladjatok. Mert nálam már szinte csak ezek a blokkok vannak. 8 csora, igen. És akkor ebből egy van. Nem kész. Hét. Egy kész van, igen. Akkor most már valaki csak 7 darab van. Csináljon egy ládát ide kintre. Oké. Okay. Aztán elköszönünk szerintem. Bármi tök mindegy, mert úgy folytatjuk. Hát elköszönünk, meg gondolom, ezt azért nem egy 8 órás videóba fogod tenni. Nem. Tessék ott a láda. Abba rakjuk bele okay. A aha. Csoda kockát. Ja. Ja, nekem van még, vagy én még már beraktam. Elloptam már a csoda kockádat. Hát ilyet. Hát jó van. Na. Akkor majd jelentkezünk a következővel. Ja, így van. Addig is sziasztok. Sziasztok. Ali.